Összesen 4 futamot rendeztek a Palicsi tavon a hagyományos május 1-i regattán, mely egyszer s mind országos bajnokság is volt. 2 futamot még szombaton tartottak, szinte ideális körülmények között napsütésben, és ami még fontosabb, közepes erejű szélben. Vasárnap is 2 futamot bonyolítottak le. Az egésznapos eső a vitorlázókat nem zavarta, a szél megfelelő volt. Hétfőn már a szélcsend miatt nem rendeztek versenyt, így a végeredményt 4 futam alapján hirdették ki. Ez a május 1-i verseny, ez a 65. 1946 óta folyamatosan rendezzük ezt a versenyt, és hát általában nagyon közkedvelt, nagyon sok klub vesz részt rajta, mindazokon előtt is, hogy ez országos bajnokság, tehát valójában kötelesek a versenyzők részt venni ezen a versenyen. Ez 7 hajóosztály vesz részt most itt ezen a regatán, 10 szerbiai egyesületből. Pillanatnyilag még mindig folynak a nevezések, mert az utazás miatt egyes versenyzők késnek, de körülbelül 70 versenyző jelentkezett be idáig. Tehát mi egy olyan 90 és 100 közötti létszámra számítunk. Épp most érkezik itt egy csapat szintén Belgrádból, akik a Beskai lezárt híd miatt 2 órát vesztegeltek az úton, és ez miatt késtek. Melyik hajóosztályokról van szó, melyik az a 7 hajóosztály? Hát kezdjük talán a legkisebbektől, azok az OP, Optimist hajóosztály, ezek a gyerekek, a 6 és 15 év közöttiek. Utána következik a Lézer 4-7-es, ezek a serdülők, és a következő a Lézer Radiál, a Lézer Standard, a Finn és a 470-es, ez a legnagyobb hajóink, amik itt megjelentek ezen a versenyen. Ez 2 személyes hajó, tehát 2 főből áll a csapat. A palics versenyzők általában milyen sikereket érnek el ezen a versenyen? Palicsi versenyzők általában az első 5-6 között szoktak helyezkedni, vagy mondjuk úgy, hogy most a kezdőkkel együtt talán 10-ig. Nagyon sok új versenyzőnk van, sajnos a legkisebb hajóosztály volt igen kevés, de az idén próbáljuk népszerűsíteni iskolákban, környező iskolákban, hogy a nyári táborunkat egy kicsit föllendítsük, és ezt a hajóosztályt föltöltsük. A lézereknél ott elég sok új versenyzőnk van, akik a kisebb hajóosztályból ültek át most ebben nagyobb hajóba. Finnél is van egy új versenyzőnk. A finn hajóosztályban általában második-harmadik helyet éri el a versenyzőnk, hát remélem, hogy ezen a versenyen is valahol itt lesz. Az optimisteknél ott az első 5 között szokott lenni több versenyzőnk, tehát 2 is akár, vagy 3. Nagyon reménykedünk a jó helyezésben most ezen a versenyen. Megjött a szél is, és szél van, úgyhogy akkor jó verseny lesz. Igen, hát a mai napra aránylag elég jó az időjárás a mi szempontunkból. Lesz szél is, ami ilyen 4-5 méter szekundomot jósolnak, tehát ez tökéletes, nem egy viharos szél, de nagyon jó vitorlázható. Viszont derült idő lesz, úgy néz ki, legalábbis estig biztosan. Megpróbálunk ma 4 futamot lebonyolítani, és 3 futammal már érvényes az országos bajnokság. Tehát a 4. futam, ez már egy tartalék, ami közül egyet el lehet dobni, és akkor így a legrosszabbat a versenyzők kiiktatják az összeszámolásból. A palicsi versenyzők közül a 470-es hajóosztályban a Vjekoszláv futó Steván Sedlák alkotta legénység ezüstérmes lett. A nisiekkel vívtak szoros csatát, pont egyenlőség alakult ki, az utolsó futamot viszont a nisiek nyerték, így övéké lett a bajnoki cím. A finn hajóosztályban Ladislav Polacek második lett, az optimista hajóosztályból a lézerbe idén feljebb lépő Fürstner Bálint rögvest egy bronzéremmel mutatkozott be. Hogy szeretted meg ezt a sportágat? Apukám is vitorlázott, vitorlázik, most már ő szörfözik, de hát ővel jöttem ki sokszor, és megszerettem. Mi az, amit lehet nagyon szeretni ebbe a sportágba? Hát az, hogy nagyon... sokan vannak, sok a barát, sok, és technikai sport, de hát nem olyan unalmas, szóval sok a tennivaló dolog. És az jó, hogy itt a természetben, kint ezen a szép tavon, fúj a szél, és akkor jobb, mint számítógép előtt ülni, nem? Hát az biztos jobb, mint számítógép előtt ülni.
Az igaz, hogy kicsit rosszul találták el ezt az időpontot, hogy május 1-e, mert a barátokkal mennék máshova is, de hát jó ez, jó. Milyen eredményeket értél el eddig a pályafutásod során? Mi az, amire legbüszkébb vagy? A Balkán bajnokságon voltam 30-dik, és országosan még ifjúsági versenyen voltam első. És mi az, amit még el szeretnél érni? Mert mi az, amit így most így fiatalon kitűztél célul magad elé? Hát mivel most mentem át a másik hajóosztályba, szeretnék országos helyezéseket elérni. Csütörtöktől a Palicsi Vitorlás Klub már nemzetközi versenyt rendez, az Optimista Kupát, amelyre eddig 8 ország 70 versenyzője nevezett.